Szeretettel köszöntöm a mai kerekasztal beszélgetés résztvevőit, akikkel a magyar népzenei hagyomány jövőjéről fogunk némi eszmefuttatást megengedni magunknak. És hát be is mutatnám mindjárt a résztvevőket. Először is Bognár Szilviát, aki népdalénekes, és rendkívül érdekes és izgalmas formációkban szokott részt venni. Bizonyára, akik érdeklődnek ezután, a felvétel után, azok nagyon sok helyen találkoztak már vele. Birinyi József, aki népzenekutató, illetve néprajzkutató, a Kóta társelnöke, és rendkívül nagy hangszergyűjteménnyel rendelkezik, aminek az érdekessége, hogy ezeken a hangszereken többnyire játszik is, nem csak gyűjti. Csebő Ferenc, aki a Magyar Táncház Mozgalom megindítója, népzenekutatással foglalkozik jelenleg is, és a Hagyományok Házának a megalapítója. Bolya Mátyás, aki lanton és kobzon játszik alapvetően, és pillanatnyilag a Zeneakadémia népzene tanszékének a vezetője, és ő is foglalkozik népzenekutatással. Egy rövid történettel szeretném bevezetni ezt a beszélgetést, aminek az az érdekessége, hogy ezelőtt, hát egy olyan 40 évvel történt, én magam egy buszon utaztam Bajától Solt felé, és Solt előtt nem sokkal figyelmes lettem egy beszélgetésre, ami a buszon zajlott. A beszélgetés az két férfi között történt, az egyik férfi talán egy kicsit kapatos is volt már, és rendkívül nagy lelkesedéssel nézett ki a buszból, és ott volt egy ilyen halastó, ahogy lettünk. És arról mesélt, hogy annál csodálatosabb nincs, mint mikor hajnalban, egy csónakon megszólal a tárogató. És ez teljesen megragadt az én emlékezetemben, annál is inkább, mivel hogy még mindig erről be tudok számolni. És ennek a benyomásnak számomra ebben a pillanatban az a lényege, hogy mennyire eleven volt ennek az embernek a számára a népzene. Tehát ő ezzel együtt élt. Nem az volt a hozzáállás, hogy ő ezt külső szemlélőként hallgatja, hanem benne levő résztvevőként élte ezt a zenei élményt, és hogy mekkora lelkesedős volt benne. Na most ebből kiindulva próbáljuk meg áttekinteni azt, hogy a népzene milyen utat járt be, mondjuk 40 évvel ezelőttről, és milyen fordulatok köthetők hozzá, amiből talán lehet valamennyire következtetni arra is, hogy mi lesz a magyar népzenei hagyomány jövője. Talán Szilviával kezdeném. Pedig épp fel akartam kiáltani, hogy én akkor még csak pólyában voltam, a bölcsőben, úgyhogy... Annál érdekesebb lehet, hogy mi volt az az alapélmény, ami mégis annyira megérintett, hogy a népzene irányába fordultál. Jó lehet, tudok róla, hogy első nekifutásra nem is annyira a népzene volt az a hát legalábbis családi környezetben nem népzenét hallgattunk elsősorban, és ez gyakorlatilag nem otthonról hozom, bár az édesanyám nagyon szeret mai napig énekelni, a nagyapám is nótás kedvű volt, de inkább nótás, mint népdalos kedvű. És 11 éves koromban sodorta az élet és az iskolai
közösség a szövőszakkörbe, Tanai Erzsébethez. Elég cserfes gyerek voltam, úgyhogy akkor is kiálltam egy-egy ünnepségen dalolni, szavalni, furuljázni, ahogy éppen adódott és amire szükség volt, de mondjuk ez a kis szövőszakkor volt az első pillanat, amikor a szövés mellett népdalokat is dudoráztunk, és már középiskolás voltam, amikor valóban elkezdtem Erzsinél a Vasi Népdal Stúdióban dalolni. És meg kell valljam, hogy elsősorban az a közösség, az együtt éneklésnek a szeretete volt, ami engem ott ragasztott, és ami olyan élményt adott, hogy vágytam vissza, hogy vágytam az énekes társaim közé, meg a közös dalolásra. Úgyhogy ez volt az első mérföldkő. Igen. Én mindjárt megkapaszkodnék ebben a distinkcióban, amit tettél a népdal és a nóta között. És tulajdonképpen hát nagyon fontos lenne én szerintem, hogy a népdalt magát valahogyan definiáljuk, hogy mit is értünk ma népdal alatt. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés lenne, nem tudom, hogy vállalkoznál-e. Azt mondanám, hogy próbálok nem okoskodni, csak hogy a lényeget elmondani, hogy ez, amit mi népdalnak nevezünk, az nem egy egységes valami hagyomány, hanem több évszázadnak a lerakódása, mint a torta szeletek egymáson, és attól függően, hogy hol van átvágva a torta, az a rész látszik ki belőle. Tehát a Kárpát-medence az egy olyan érdekes terület, ahol nagyon-nagyon sokféle hatás együtt van, és mindenhol van valami olyan, amit máshol nem ismernek, és szinte a zenetörténészek arra jöttek rá, hogy egy zenetörténeti példatár. A különféle zenei korszakok, stílusoknak a lepálódását lehet látni, úgyhogy akik régi zenével foglalkoznak, azok nagyon nagy hasznát tudják venni, mert van középkori zene, van barokkori, van újabbkori, és ez a magyar nót, ez a romantika korszakának a jegyeit mutatja, és én nem választanám olyan élesen le az egészről, mint hogy most egy ideje már divat nálunk ezt csinálni, mert azért ez volt az anyag, ami az egész országban elterjedt, és a nemzeti mozgalommal együtt fejlődött, kvázi ilyen nemzeti zene lett belőle. A népdal nem volt rá alkalmas, mert minden faluban kicsit másképp énekelték. Na most én a népdalt úgy határozom meg magamnak, hogy ez régi zene. Historikus popzene. A popzene múltja. És nem volt ez egy ilyen produkció soha, amit a színpadon kell csodálni. Ezt akik benne részt vettek, azoknak ez olyan természetes volt, mint a beszéd. Természetes volt, hogy megtanulunk beszélni, nem volt kérdés, nem kérdezték meg a csecsemőt, hogy szeretne-e. Ugyanígy az éneklést és a táncolást is megtanították, tehát a kommunikációnak a szent háromsága az ez volt. Az ének, a beszéd és a tánc. És nagyon szomorú vagyok, hogy ez az utóbbi kettő most már kezd szinte cikivé válni, már énekelni magába ciki. És a fiatalok azzal szeretnek dicsekedni, hogy hát nincs hangom, nem tudok táncolni. Legalább egy dicsekedne vele. Na szóval ez a kommunikáció része, és régebben ez évszázadokon visszamenőleg nagyon természetes módon is egyszerűen folyt az elsajátítása a gyerekkorban, egész kis gyerekkorban. Nem 20 évesen kezdték el megtanulni ezeket a dolgokat, addigra már kellett tudni, mert a tánc kellett a párválasztáshoz, az ének kellett, hogy ne legyen az ember dilis, ne kelljen orvoshoz járnia, ugye a feszültségeket ki tudja dolgozni magából, ez mind szükség volt az életbe, és hogy mennyire nem produkció, még mostanában is a Kodoba Florinnal történt állítólag Amerikában a Palackai Zenekar mostani felállásával, hogy mondták, hogy hát itt egy 1000 fős koncerten, hogy játsszál el valami palackai táncrendet. És a Florin elkezd játszani, és 6 ütem után abba hagyja. Szóval mi van, miért nem játszol? Hát nem táncol senki, mindenki játsza. Szóval számára még abszurdnak tűnt, hogy azt valaki nézzék, hogy ő játszik. Na hát csak ennyit akartam ebben mondani, hogy ez a lélegzetvételhez hasonló valami, ez az éneklés, meg a tánc és a beszéd.
az jár jól, aki minél többet megtanul benne kiskorába, kis gyerekkorába, mert akkor lehet sokat tanulni, és akkor tud gazdálkodni valamivel. Tehát ha szépen kezd el beszélni, vagy jókat ír, akkor esetleg lehet belőle művész, tehát író, vagy költő, vagy előadó. Az énekkel dettó ugyanez van. Én amikor megkérdeztem egy ilyen idős asszonyt, hogy hát Rózsi néni, hogy vertek bele magába 1200 dalt? Hát bottal verték, vagy hogy? És úgy nézett rám, hogy Ferik, hát azt mondja, hát az éneklés az gyógyít. Na, pedagógia, módszertan, stb. Igen. Én valahol úgy tanultam, hogy három osztályt különböztettünk meg a népdalok között, a régi stílust, az új stílust és a vegyes osztályt. Ezek korokhoz kötődnek. Most már tudjuk, hogy igen. Tehát ez a Bartók-féle első nekifutás volt. A régi stílust azért tényleg, azért is tudták külön választani, mert ezt egy másik korosztály énekelte. Tehát pont az ő idejében volt az új stílusnak a kialakulása, ami egészen új. És akkor mindenki átállta arra, úgyhogy ők ezt úgy nemzedéki váltásnak tekintették, hogy az idősek tudják azokat, amire ők kíváncsik voltak. Ezek a pentaton ereszkedő és egyéb dallamok, de hát rengeteg típust állapítottak meg azóta. A Dobszai 200 ezer támlapot rendeztek el típusokba, ami ott van a Zenetudományi Intézetben, és erre nagyon büszkének kéne lennünk, mert éppen Bartók volt, aki a korszerű tudomány alapját már megpengette, mondta, hogy adatokból sok kell ahhoz, hogy az ember valami véleményt mondjon. Az a régi, új és vegyes, a régit értjük, az új azt is értjük, ami ebből kimaradt, az lett a vegyes. Na most az még legalább 200 féle stílus van abban is, úgyhogy ez a tudósok számára érdekes, mert így számítógép nélkül így tudták nagyjából rendezni ezeket az anyagokat, hogy megtaláljanak egy-egy támlapot benne. Most már Bolyan Matyi majd elmeséli, hogy a számítógépet hogy lehet bekapcsolni a kutatásba, ez megváltoztatja a frontvonalakat, de a lényeg az, hogy mi magyarok nagyon-nagyon büszkék lehetnénk arra, hogy milyen szépen feldolgozták az elődeink ezeket az anyagokat. Tehát már a múlt századtól kezdve Vikár Béla ugye bevezette a hangfelvételeket, aztán Kodály, Bartók, Lajta, sorolhatnám Martin Györgyig bezárólag. Ugye Martin György a táncot kezdte el, igazából az maradt a végére, azt volt a legnehezebb tanulmányozni. Tehát olyan szépen feldolgozták, hogy nekünk, akik a 70-es években elkezdtünk érdeklődni először a népzene iránt, mert azt kijavítanám, én nem a táncházat kezdtem el kitalálni, hanem a revival népzene mozgalmat. Tehát, hogy játsszuk el eredetibe úgy, ahogy az van. Ez akkor nem volt egy menő szöveg. És ott állt mögöttünk a tudomány. Tehát Martin György alakásán ott szedte elő a szalagokat, ott hasaltunk a szőnyegén, játszotta, vitte, adta, másolta. Szóval ők, az ő nemzedékük, András Fajberci, Stanópali, Pesovár testvérek, ők az a generáció voltak már a tudósokban is, akik nem csak gyűjteni és rendezgetni akarták, hanem meg is tanulni. András Fajvi Berci azt mondta nekem, mikor provokálóan felvetettem a kérdést, hogy mondom, Merci, mit kerestetek ti Erdélyben? Mi a fennek mentetek oda? Hát azt mondja, Kallós üzent, hogy itt még ezt lehet látni, ha akartok ide utazásba részesülni, akkor gyertek át, nézzétek meg, még mennek a lakodalmak, a tánca, stb. És akkor mittük a kamerát, lefilmeztük, és elhatároztuk, hogy megtanuljuk, és mindenkinek megtanítjuk. Na, ki találta fel a táncházat? De a zene kellett hozzá, és ahhoz kellettünk mi, hogy mi a Bélával elkezdtük a széki zenét megtanulni, meg a mékeréki zenét, ezt a kettővel indítottunk, és akkor már lehetett táncolni. Nem csak táncegyüttesekbe, hanem a fesztiválokon a népművészet mesterei is. A Karsai Zsiga bácsi például 40 évig a saját fütyére táncolt, mert nem volt zenéje. Úgyhogy nagyon megörült, amikor mi a Lőrinc Évét el tudtuk muzsikálni. Úgyhogy ezzel indult, és utána kis késéssel jött a táncházmozgalom, amit viszont a táncegyüttesek találtak ki, és hát mondom, sokan. Én azon mulatok, hogy most így 50 év elmúlt körülbelül, és akik csak megszólal, az mind elmeséli, hogy ő találta fel a táncházat. Ez nagyon jó, mert mindenki a magáinak érzi. Ennek örülök, ezt pozitívnak tartom. Na, tehát ez bizonyos, hogy abban maradhatunk így egymás közt, hogy a népzene az egy élő dolog mindig, és amennyiben él, annyiban népzene. Én Matyinak hallottam egyszer egy előadását arról, hogy gyakorlatilag
a falu kultúrájában hogyan változott meg egyrészt az öltözködés maga, másrészt pedig ezzel összefüggésben tulajdonképpen a zenélés is, ha erről valamit. A népzene definíciójára visszatérnék egy picit, az még az előző kérdés végén, hogy ugye talán természetes módon vágyunk erre, hogy definiáljuk, és akkor most megmondjuk, hogy ettől eddig tart, és ez itt a népzene, kérem szépen, és ez milyen marha jó. Hát erre csak azt mondanám, hogy van egy kurzusom az egyetemen, úgy kezdődik a kurzus cím, hogy népzene, népzenei valami, nem is folytatom, és az a lényeg, hogy az első három előadás vagy óra az arról szól, hogy ezeket a szavakat megmagyarázzuk, és hát simán elmegy az első két előadás, hogy a népzenét egyáltalán próbáljuk meghatározni, és aztán kiderül, hogy hát nem, hogy ilyen határokat nem találunk, hanem rengeteg hatás, visszahatás, most csak arra gondolok, hogy a Petőfi emlékév van, és a népdallá vált Petőfi versek, na azt akkor melyik polcra rakjuk, tehát ez egy nagyon-nagyon gazdag és sok-sok oda-vissza hatással dolgozó folyamat. És igazából ezt folyamatában kell megérteni. Tehát, hogy az egyik dolog, hogy hogyan és milyen szögbe vágjuk meg azt a tortát, de az is a kérdés, hogy mikor eszünk belőle, tehát, hogy melyik időpillanatban. Tehát, hogy ez egy nagyon hosszú dolog. De Matyi, azt nem mondtam el végül is, hogy az a lényeg, hogy ez popzene volt mindig. Igen, igen. Szóval nem liturgikus zene, mert az a templomban ment. Ez az utca zenéje volt, a mindennapok zenéje, akár sírató, akár vidám zene, ez most teljesen mindegy, de ez popzene. Most tudom, hogy ezt a szót már elhasználták sok minden másra, de én innen indítanám a megértését, hogy hát az is változnak a szokásokkal együtt, mert a szokások is változnak, az idők is változnak, tehát amit a Matyi mond, ez abszolút áll, hogy minél jobban megismerjük, annál jobban eltévedünk benne, akkor ő is erdő. És tulajdonképpen, ahogy ez a kérdés, gyakorlatilag a népzene kutatással is egyidős, és a kutatók szemléletében is pontosan lehet követni, hogy folyamatosan változik és változik, hogy mit gondolnak a népzenéről, vagy a népzene határáról. Ha csak arra gondolunk, hogy a hangszeres zenéről biztos lesz majd előbb-utóbb szó, hogy mit gondolt Bartók, aki nagyon-nagyon szűken képzelte el, hogy mi, és már Kodály sokkal szélesebben, és így tovább mondhatjuk a kutatókat, és ugyanez a népzenére is igaz, hogy eljutunk Bartóktól egész Dobszaig, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen nem is ilyen határokat kell elképzelni, hanem hogyha ezeket a népdalokat, dalamokat csoportosítjuk, akkor inkább ilyen felhőket kell elképzelni sűrűsödési pontokkal, és akkor ezek a felhők itt egymás mellett vannak, van, hogy egy kicsit az egyik a másikba belelóg, és fölhívja a figyelmet Dobszai, hogy vigyázzat, attól, hogy egymás mellett van két ilyen felhő, és annak a ritkább rész így átfedése van, az nem azt jelenti, hogy ebből származik ez, vagy ebből lesz, hanem ezek vannak, ennyit tudunk biztonsággal mondani. Szóval ez a szokásos, hogy egy ikonszerű képet várunk a népzenéről, azt minél jobban elmerünk, nem tudunk adni, de hát ez egy organikus élő valami, és ami persze kapott egy ilyen gellert, hogy városi környezetbe megjelent. Mondhatok egy sztoriáját? Jöhet. Csak hogy jobban megértsük, amikor a Nagy Laci fia, a Bundi esküdött, akkor a Bélával minket hívtak muzsikálni. És ez egy ilyen népdalos társaság, a Csóri felesége, a Cine Mihály, meg ez. És nálam lakott a Kovács Tivadar, a Mékeréki primás is. Na, Tibi bácsi, figyelj, hozd a Hegedűdet, mert egy jó buli lesz itt, ilyen népzenészek van. Csak arra kérlek, hogy nehogy elkezdj ott magyar nótát játszani, mert ezek meg fognak ott sértődni, ezek népdalosok. Perikém azt mondja, nem értezte ehhez. Mondom, Tibi bácsi, ne csináld. Elmentünk, muzsikáltunk, tényleg jöttek az erdélyi népdalok, fújták gyönyörűen, a Júlcsi is, meg mindenki. És egyszer csak valamint a Béla fölkapta a vizet, és elment haza. Fogta a Hegedűt, és elment, ott hagyott engem a Tibi bácsival. Hát aztán ő játszotta a Lőrinc révét, a Moldva, mindéket tudta játszani, de a népdalosok kifogytak a népdalból, úgy hajnali négy felé, és átváltottak magyar nótára. Azt a diadalmas pofát, ha láttátok volna, amikor rám nézett, na mondtam pedig én, hogy nem értesz te ehhez. És ő persze azt is tudta. Igen, hát menjünk a hangszerek irányába akkor egy lépést. Abból indulnék ki, ami a bevezető történetemnek az érdekessége, ez a bizonyos tárogató, hogy amikor én ezt a történetet hallottam, akkor én még tárogatót nem láttam, mint olyan. A tárogató, hát az annyira nem volt forgalomban már akkor, és akkor én gondolkoztam, hogy mi lehet ez a tárogató, biztos így nyitogatnak valamit. És hát minden esetre érdekes lenne egy kis történeti áttekintés, hogy esetleg különböző korokban milyen nagyon jellegzetes hangszerek, hogy
jelennek meg, és milyen népszerűek. A kérdést megvártam, de én is visszatérek még az első kérdéshez, mert lenne némi mondandóm hozzá természetesen, és utána akkor tárogatunk, jó? Tehát, hogy a hangszerek világába is átlábolunk. Tehát nagyon fontos, hogy itt sokszor a fogalmak tekintetében népdalról volt, aki népzenéről beszélt. Általánosságban népzenéről beszélünk, amiben az énekelt is benne van. A népdalban, a népzenében a dallam és a szöveg nem válik el. Tehát ez a tudományoskodás idézőjelben, vagy nemes értelemben irodalmi szemlélet, amikor rádióműsorok is voltak arra vonatkozólag, amikor külön ballada estet tartottak, és gyakorlatilag a szövegét versezetként mondták el. A dal Balassi idejében, még azt követően is, még Petőfi, Csokonai, Tompa idejében is oda volt írva, hogy ezt, amit írtam, ennek a dallamára. Tehát a dal az énekelt forma, és a tudatban nem különül el. Ha népzene rövid definícióját kell mondani, ugye... Ezek szerint neked van. Hogy? Ezek szerint neked van definíció. Megpróbálom, mint egy másfél órában elmondani. Nem. Tehát a anyanyelv mintájára a zenei anyanyelv, a népzene. Mert ha megnézzük a nyelviséget, akkor gyakorlatilag ugye a zárt paraszti pásztor egyéb közösségekben, akik magyarul beszéltek, a közép, a felső osztály meg külföldiül beszélt. Ugye, tehát az első magyar színház 1792-ben jön létre, Kelemen László, nem a Hagyományok Háza által, ugye? 1792-ben, és utána még hosszan küzdeni kell azért, hogy a magyar nóta is a nemzetállamok létrejötte idején, mint a nemzeti zenei irodalomnak egy fontos, pontosan a népzenei, új stílusú népzenei mintára, Vermunkosra induló, épülő, mintát alapul vevő része, az a németség ellen, a saját kultúra, az identitás, az önazonosság hangsúlyozását szolgálta. De ha visszább ugrunk egy kicsit, akkor a népzene a zárt közösségek iratlan törvényei szerinti zenei világa anyaga. Most erre egy rövid definíciót mondtam, mert nem akarok belemenni részletekbe, hogy tartósan visszatér, ugye népről meg zenéről van szó. A nép az alapvetően a gazdaságilag, kulturálisan, társadalmilag önellátó közösség. És a zárt közösség az nem zárt osztályt jelent ez esetben, tehát nem hermetikusan zárt, mint ahogy többen mondtátok a Felhő példát, vagy Feri is, ugye, hogy átjárás van. Befogad mindent, át is vesznek tőle sok mindent, de mit fogad be? Amit a közösség elfogad. Ami a közösségnek tetszik, teljesen természetes, hogy a saját ízléséhez formálja, ezért a legnagyobb törvényszerűsége az, hogy változatokban él. És a változatokat a közösség ízlése határolja be. Ezért van az, hogy falvanként, vagy felszeg, alszeg, családonként is változó, de ez nem csak a népdalra, a néptáncra, a kézművességre, a gasztronómiára, a viseletre, mindenre igaz. Az anyanyelv sem úgy alakult ki, hogy egységes magyar nyelv volt, hanem táji nyelvek voltak, vannak szinte máig. De abból a neológ időben Kazinciék az abaújit tették, önző volt, hát miért ne a saját nyelvjárását, tette irodalmi nyelvé. Ez, amin most én is beszélek, ez a mekegő pesti irodalmi nyelv. Nem az íző, turkevibe, kenyír, stb. Nem az éző, a nyílt zárti, a ember egy megy, nem az őző, mint a köcskeméti vagy a szögedi, ugye nem biztos, hogy jó helyre mondom az őt, mint a vazsiról arról. Már nem is beszélve, vazsiról. Arról nem, a vazsiról, a zsérről, igen, a zöngétlenről, ugye, az pálócról, az áról, stb. Hát ebből kiemeltek egyet, és az lett nemzeti szintre idézőjelben emelve. Ugyanez a viseletben is igaz, de nem megyek bele hosszan, mert maradjunk a népzenénél. Petőfit, tehát... tegyek egy lábjegyzetet a Petőfire. Ez nagyon szépen rámutat arra, hogy milyen stílusokban él a népzene. A Petőfi dalai nagyon népszerűek lettek a szövegük miatt, mert jó szövegük volt. De a zenét nem tudták megemészteni ezek a parasztok, akik még a 18. századnál tartottak zene ízlésbe. Ezért ráhúzták a saját dallamaikra. Nekem énekelt például a Csorba János bácsi egy ilyet, hogy Szilágyi Erzsébet levelét megírta, szerelmes könnyével azt is tele... Na, János bácsi ezt honnan szedte? Hát azt, hogy anyámtól tanultam. És ő honnan szedte? Egy iskolába tanulta. És a dallam, hát mire hazaért, ráhúzta erre? Ez az apnótam költészet, ugye? Tehát a Petőfit lehet legjobban látni, hogy azok a szövegek nagyon menők voltak, nagyon népszerűek lettek, de a zenéjét nem bírták megemészteni. Az egy már egy romantikus valami volt, az később jött aztán. Nem volt véletlen, ugye, hogy például Petőfi arany,
Tompa, stb. Mások versei, Tali Kálmán verseit énekelték, mert népdal mintára, tehát dalszerűek voltak. Ugye a népies irodalom létrejötte, meg volt. A zenében és a hangszerekben, meg a táncban fázis késés volt ehhez. Na most képest. Ezen a ponton szeretnék egy kicsit akkor abba az irányba fordulni, hogy tulajdonképpen amikor a táncház mozgalom megkezdődött, az egy speciális csillagzat alatt jött létre. És ez, ahogy úgy mondjam, a táncház mozgalomnak ez egy nagyon szerencsés csillagzat volt, mindazzal a korlátozással együtt, amit a politikai környezet jelentett. Nem kell túlértékelni. Az egyet ugye elmondtam már, hogy a tudomány az nagyon fontos volt, hogy ott egy feldolgozott anyag állt mögöttünk, és csak meg kellett szerezni valahogy. A másik pedig, hogy megértek az idők. Tehát a bizonyos folyamatok, ezek a néptánc, színpadi néptáncról, a népzene feldolgozás, lejárta az idejük már, elég volt belőle. És a harmadik, a beat zenének a előretörése, az nagyon fontos volt. Ugye, mint a mai popzené, az nagyon-nagyon szépen készítette nekünk elő az utat, mert mondom, ez is egy régi zene, csak régi popzene, és a szellemisége, ez a 150-200 éves korábbi, tehát inkább barokkhoz köthető szellemisége, az egy ilyen objektív, ahogy Bartók mondta, ez egy objektív zene, nem szentimentális, nincsenek forték, piánók, tehát a romantikus zene kellékei nincsenek benne, ugyanolyan kemény, mint a beat zene volt. Szélsőségektől mentes. Hát vagy ez a szélsőséges, ugye? Úgyhogy akkor alakultak meg a klubok általában, a kis lazítás volt, ez a politika itt jelentkezett, hogy hagyták békén, a jazzklubok megalakultak, és mindenféle már, és ebből mi is voltunk egy. Igen, de arra próbálok utalni, hogy gyakorlatilag volt ebbe egy kis olyan ellenállási mozgalom egyébként a fiatalság részéről. Hát az mindig van, hát a beatbe is volt. Hát a rendőrség mással sem foglalkozott, csak ezeket a stadionokat ellenőrizte. Igen, igen. És ezért hagytak minket békén, mert mi kevesen voltunk. A 10 000 ember érdekelte őket. Uh-huh. Igen, eltelt 5 év is, mire a Kassák klubba jöttek az első besugók. Már vártátok őket. Azt hiszem, hogy a igen. Közönség nagyon megint ugye a népzene is várjuk a definíciót, csak ezt is úgy képzeljük, hogy Sebő Ferenc 1972. május 6-án így fölkelt, és valamit kéne csinálni, valami, ami eddig nem volt. Mi legyen az? Táncház mozgalom, ez az, megyünk az írókboltjából, csinálunk. Hát ugye marhára nem így történt, hanem ugye nagyon sok előzmény volt, amit sokan nem tudnak. És hogyha bármilyen a mélyére ásuk, akkor kiderül, hogy sok-sok folyamat összegződik addig. Tehát mondhatnám akár a regős cserkészetet, vagy gyöngyös bokrét, a népi írókat, stb. Tehát sok helyről, sorolhatnánk itt hosszan ezt a dolgot, és akkor egyszer csak úgy álltak tényleg a csillagok, hogy tényleg 6-án engem fölkeltetek, és tényleg oda mentetek. Nem, hát mi, az valójában őszintén, te is más zenét hallgattál, igaz? Mi a Bélával csajozni akartunk. És természetesen gitárt tettünk a kezünkbe. És például minket a szégyen hozott bele ebbe az utcába, mert a nemzetközi táborba ástuk Akvingumban a római romokat, és ott este a tűznél körbeültök, és mindenki énekelt. A lengyelek énekelték a népdalaikat, a bolgárok énekelték, a németek, meg a szerbek is. És akkor ránk került a sor, összenéztünk a Bélával, hát Rejtel, meg Hetedik, ezeket játszottuk. És akkor kérdezik, ezek népdalok? Hát mondtuk, hogy nem egészen. És akkor kezdtük, hát szerezzünk már népdalokat, hát micsoda hülyeség, hát nem tudjuk képviselni Magyarországot. Akkor elmentünk a Néprajzi Múzeumba, és ott azt mondták, hogy minek maguknak népdal, hiszen nincs is hozzá végzettségük. Ebből kezdtük. Úgyhogy a Bélának a sógora, a Kósa Laci segített rajtunk, mondta, menjetek el a Martin Györgyhöz, az egy ilyen nyitottabb szellemű kutató, az biztos fog nektek segíteni. És elmentünk a Martinhoz, aki nagyon megörült, hogy végre fiatalok érdeklődnek ez iránt, a dolog iránt, úgyhogy nagyon készséges volt, szedte elő, akkor hozták át Erdélyből a Kalósnak a gyűjtéseit, sok anyaguk volt, és ellátott minket munícióval, és közben jöttünk mi rá, nem is avval mentünk volt, csak hogy hát egy pár számot meg, hogy ez milyen marha jó. Azt a mindenét. Te mondom, Béla, figyelj, ez a gitár elég hülyen hangzik, ezt a mezőségi zenét próbáltuk leutánozni. Hát te tudsz hegedülni, legalább, hát én megtanulok brácsázni akkor. De Béla kerítette egy brácsát,
eladta a szimfonikus zenekarból. Mert ott játszottunk egyébként a Műegyetemi szimfonikus zenekarban. Béla ott brácsázott, én csellóztam, a Grillus Dani meg klarinétozott. És akkor megtanultam ezt a három uros brácsát, és úgy lassan kezdett közelíteni a dolog az eredeti hangzáshoz. És akkor Tinka azt látta, hogy mi ezt meg akarjuk tanulni, azt mondta, hogy gyerekek, ha meg akarjátok tanulni, tanuljátok meg rendesen, mert nem fogjátok élvezni. Mert ő már hozzászokott, hogy a koreográfusok is oda mentek hozzá. Ja, mutass egy-két ficsit, amit még senki nem csinált meg is. Hát nézd végig az egész filmet. Nem, elég egy-két ficsi, azt majd én elrendezem. Szóval ment a nagy művészet, anyag nélkül, és a Tinka megörült, hogy minket az egész érdekel, hogy az egész szalagot elkértük, és lehallgattuk, és tanultuk a zenét. Tehát akkor már berántottak minket a táncegyüttesbe, mert ugye ott meg nem volt zene, hát a Timár Sanyi is zongorára járta a legényest. És akkor elmentünk a táncegyüttesbe, mert a Tinka azt tanácsolta, hogy ha meg akarjátok tanulni, ezt csak tánccal együtt lehet megtanulni. Ez olyan zene, ami tánckiszolgáló volt mindig, ezt nem lehet csak úgy megtanulni. Tehát az igaza volt, mert egy idő után azt mondták a táncosok, hogy gyerekek, csak ezt a 6 számot tudjátok? Ez kínos volt. Akkor mondom, Béla, menjünk haza, tanuljunk még 6-ot. Szóval egymást húztuk föl gyakorlatilag, azért, mert a helyzet jó volt. Tehát a Tinka tanácsa jó volt ilyen szempontból, hogy tánchoz kell, mert oda, akkor majd nem kell metódus, meg nem tudom mi, hanem oda kell figyelni. És ők meg ott tanulták meg a táncot, hogy hogy kell rögtönözve táncolni ugye, élőzenére. És képzeld el, mi heti 3-szorot, 6-8 órát élőben muzsikáltunk a próbán, arra próbáltak. És amikor itt kérdezgetik, hogy hát mi volt a trükkje, hát szerintem ez egy fontos trükkje volt, és nagyon sajnálhatják a maiak, hogy magnóra táncolnak, mert az már egy lerögzített valami, és ennek a zenének a természetéhez tartozik, hogy ez rögtönzött, és a táncnak is a természetéhez tartozik. És ilyen szempontból jött nagyon jókor, vagy volt ez egy nagyon szerencsés csillagzat azért is, mert még pont abban az időszakban történt mindez, amikor már a széttöredező paraszti társadalom igazából kezdte ezt a hagyományos zenéjét és a hagyományos kultúráját átalakítani, kezdett ez szétesni, de mégis rendelkezésre állt egy-két évtized, amikor el lehetett látogatni ezekbe a falvakba, meg lehetett keresni az öregeket, és közelről lehetett szemlélni, beszélgetni, az egész komplexitásában vizsgálni ezt a muzsikát, táncot, zenét, éneket, az összes kulturális elemmel együtt. Igen. Jó, hogy van egy csinos jönő közöttünk, és jó irányba viszi a témát. De nem, bocsánat, hogy közbeszólok, csak ez azért nagyon fontos, mert amiről én beszéltem előtte, hogy a hagyományos zárt közösségen belül hogyan él, és milyen törvényszerűségek szerinti, és átvesznek, és idegen dalt is, táncot is, máshonnan. Kufsteinben volt katona, az alföldi vagy a felvidéki gyerek hazavitte, és eldöntötte, és beépült, vagy nem épült, tehát ment. Ez mindaddig ért, amíg a hagyományos közösség ért, amit Szilvi mond. Közben kell szóljak, hogy valamennyiben él ez a formula, hogy hát a falusiak és a falusi közösségek is. A városaiak is közösségbe éltek. Míg az én gyerekkoromban is például minden mulató helyen volt egy táncparkett. És oda lehetett menni bármelyik asztalhoz, fel lehetett kérni egy szép lányt, lehetett ismerkedni és táncolni. Nem csak a falusiak táncoltak. A falusi hagyományokról én most már magamban úgy gondolkodom, hogy ők ugyanazt csinálják, amit mindenki csinált, de ők még mindig csinálják. Kilógnak a tortaszelettel ezért, mert hogy ők még mindig csinálják, és velük is rétegződések vannak. 1907-ben Bartók elment nagy okosan Budapestről a Székelyföldre, mert az egy ilyen ősi föld. Nem fogalma sem volt, hogy az már sokkal polgárosodottabb volt, mint Budapest. És ott fagadta a vén azt, hogy nem akart énekelni neki senki. Nem ismeritek a történetet? Azt mondta, hát a három árva, meg ilyeneket nem tud. Jaj, tanár úr, mi már nem éneklünk ilyeneket, nem vagyunk mi már szegények. Mint tyúk a töreket, rúgta hátra. Igen. Értéktelnek tekintette a legértékesebbet, és az értelmiség felfedezés, itt ugrunk egy nagyot, hogyha mai környezetet nézzük, és a hagyományos környezetet kell összehasonlítani, nagyon érdemes. Csináltam egy ilyen típusú összehasonlító tanulmányt, ahol az indíték a hagyományos közegben és ma. Tehát ma ugye mondtad, hogy miért kezdtetek el?
csajozni, ugye? Tehát a párválasztás, az ismerkedés. A táncszalad is azért jártak a fiatalok. Közösségi alkalom, nem ez teljesen természetes. Egyesületben. De ha megnézzük, mi az óriási különbség a kettő között, nincs a szerzőiség rögzítve, ma ugye, ha feldolgozunk, vagy nem dolgozunk fel, három népdalt egymás mögé állítunk és hangszereljük, akkor az már hozzánk kötődik valamiképp, kisjogos vagy nagyjogos, attól függ, milyen szinten dolgoztuk fel. Hát a Szabó Varga Gyuri bácsiról is azt mondták széken, hogy ez a Szabó Varga Gyuri bácsi nótája. Én össze is akaszkodtam, mondom, hogy az ő nótája. Hát ezt ő szerezte. Hát mondom, nem tudnak az Artisziuszbe erről. Ő tudta legjobban. Tehát... És akkor értették, hogy mit akar, hogy ja, hát nem, hogy ő szerezte, hanem az ő életéről szól. Az is jó. Vagy tudták mindig, amikor a lakodalomban már a fagyáló szint olyan is, akkor megbillentette a kalapját, és oda ment a primáshoz, akkor tudták, hogy most a Szabó Gyuri bácsi tánca vagy dala következik. Mert akkor már visszatartósan visszatér. Hát ez énekesről van szó, valóban fölnéztek a közösségbe rá, mert ő csinált a legszebben. Hát van ez a történet, a Csorba bácsi mesélt, hogy egy temetési menetbe ment a Szabó Varga Gyuri bácsi a feleségével, és odaértek a kocsma elé, és azt mondja a Gyuri bácsi, hallod asszony, a nótámat éneklik. Te nem szégyeled magad, még itt is ezzel foglalkozol? No, de hát rosszul. Hát akkor pláne. Jó, próbáljunk meg abba az irányba. Ment a kocsmába, és egy 5 perc vagy 5 tiszta rendbe tettük. Mehetünk tovább. Ez, most csak annyi, hogy hányszor fordul elő, ma, amikor színpadon, zsűrizéskor, verseny, minősítő, bármilyen felszállottabb pávánál, egyebeknél énekelik, és akkor a meglettebb, közép vagy idősebb generáció ugyanazt a dalt énekli, csak variánsban, ugye a saját ízlés szerint, vagy máshonnan megtanulva, és azt mondja, hát ezek a rosszul éneklik, és a mi dalunkat ugyanez megvan, ugye? Tehát mindenki a saját szűrőjéhez igazított. Ma nincs meg az a közösségi szűrő. Tehát amikor azt mondjuk, hogy él a népzene tovább, egészen más törvényszerűségek közepette él. A kapu őrök világában él, idézőjelben mondom a kapu őrt, ugye, egy tévés szerkesztő, kulturpolitikus, művházi, hogy ki tartja fontosnak, kit enged kamera vagy mikrofon közelbe, kinek adtak ki CD-t, lemez, stb. Tehát megmondták, hogy mi tetszik. Ugye, hány olyan műsort kellett megélni a Röpülypáva indulásától 69-ben, ugye ezzel indul a Revival mozgalom jelképesen 69. szeptemberében, Vas Lajossal, Lengyel Fivel indítják el ugye a Páva vetélkedő sorozatot, ahol énekesek, a Sándor Favi citárások, meg jó néhányan mások, időnként gitárral, időnként ezzel, azzal, ugye a régi felvételeket, ha megnézzük, de népdalt énekeltek, a Csitári hegyeket, meg egyebeket, fantasztikus dolog, ugye? Elindult olyan, mint amikor egy túltelített oldatba bedobott makristály jelenik meg. Mert az igény az emberekben az őszinte organikus zenére, a zenei anyanyelvre megvolt, csak rárétegződött, hát időnként politikai, ideológiai alapon és különböző szerzői jogi érdekek, meg sok minden ütközött ebben. Ugye, hogy például szovjet Mojszejev mintára itt is megcsinálták az 50-es években az állami népi együttest, ugye ezt a roma szimfonikus típusú felállás, bocsánat a fogalmazás. Próbáljuk meg a Mojszejev együttestől elindulva, hogy ezt a magyar népzene világot próbáljuk meg egy kicsit ugye, európai környezet. A tárogatót azért hadd mondjam neked. A tárogató nagyon fontosak, már csak kezdtem róla lemondani. Nem mondj le róla. Az nem egy régi hangszer. Azt a múlt században konstruálták a klarinét mintájára, és még annyiban se hasonlít az igazi tárogató, a régi, amit a zurnának nevezik a Balkánon, török síp. De magyarul tárogató volt a neve, de az egy nád, obo, kettős nád volt, oboa nád. Ez a másik tárogató, aminek csak a hangszíne olyan szép, és ezt ilyen romantikus zené, ezt találták ki, de klarinét, tehát a hangszer sem azonos vele. Csak ez a neve lett, hogy tárogató, és mivel a édesbus kurusz nótákat játszották rajta, meg az a bus magyart, ezért a Rákosék nem szerették, tehát ezt háttérben nyomták, hogy ne busongjon a magyar, építse a szocializmust, optimistán is, ahogy kell. Úgyhogy már megint ilyen... a Mojszejevhez érünk, de szóval nem a Mojszejev a lényeg ebben, hanem pontosan az ilyen esztrád típusú feldolgozott műfolklór zenével szemben jött annak a felfedezése, hogy amikor őszinte zenét, amikor a tiszta organikus, a zenei anyelvet szólaltatjuk meg, vagy tanuljuk vissza eredetiben, vagy a mai saját tudásunkkal, ízlésünkkel kiegészítve, az ovációként hatott. Igen. És ez, amit én a mondatot befejezve, hogy a túltelített oldatba bedobott makristály volt a Röpülypáva, ahol mindenki leakasztotta a nagypapa hangszerét a padlásról, meg innen, hogy hát nálunk is van ilyen, mi is tudunk ilyet csinálni. És gombamódra elkezdtek a pávakörök, a citerazenekarok, a táncházi zenekarok, a hangszeres szólisták, a tekerősök, és mindenféle duda iskola volt, meg egyéb táborok.
Egyébként nincsen jobb, az a probléma, hogy az emberek, akik műveletlenek, tehát nem tanulják meg a zenének az alapelemeit se, mert mi azért tanult zenészek voltunk, azt tegyük hozzá, azok nem értik az egészet, nem tudják, miről van szó, és akkor majmolják a külföldről hallott nagy slágereket, és hát a mi időnkben volt az a divat, hogy úgy teszünk, mint hangolul énekelnénk. Ugye emlékeztek rá, hogy hát ez borzasztóan provinciális dolog volt, de abban a pillanatban, hogy azt akarták már például az Illéségtől kezdve, hogy legyen ez olyan magyaros zene, vagy valami, ami ide köt minket, abban a pillanatban egy kincsestárat találtunk, és nincs helyette jobb, mert nem kötelező ezt játszani, ha van jobb. Igen, Matyit próbálnám megszólaltatni, hogy tehát próbáljuk meg a magyar népzenei hagyományt egy európai zenei hagyományban valahogy elhelyezni, annál is inkább, mert aztán hát a magyar népzenélésben ebben az időszakban, például nálatok a megzenésített verseknél különösen jöttek elő ezek a délszláv vagy balkánról hatások, ti is ezzel sokat foglalkoztatok, a Makám együttes, az is hát tulajdonképpen mondhatni ma már, hogy egy világzenét próbált, ugye? Így van, igen. És hogy hát ugye a magyar népzene az nem egy idegen sziget azért az európai környezetben, és hogy ezt hogy lehetne? Minden kérdésed egy ilyen két órás ülésszakot indítana el, szóval viszonylag nehéz rá röviden válaszolni. De talán az, a népzenéről már nagyon sok minden elhangzott, hogy kizárt közösségek útra és önállátás keretében megvalósult, és talán az még olyan hangsúlyosan nem, hogy mondjuk a klasszikus zenetörténeti korok rétegeivel, stílus rétegeivel szemben, amelyek kronológikusan követik egymást, itt együtt élnek, és ezért egy kincses bányos, tényleg egy tortát lehet elképzelni, és ez nagyon sok zenetörténeti emléket olvaszt magába, és akkor hát, ha most nagyon nagyot akarok mondani, akár felfedezhetünk egy valahegységes, akár eurázsiai nagy kultúr. De főleg európai. De főleg európai az kötődő. Ezt nem szabad figyelni. Sok mindent megtanult. Tehát az, hogy Európa az kötődjön, ez gyakorlatilag ilyen szempontból nem kérdés. Csak gondoljunk bele, hogy ugye Bach brandenburgi versenye, ami egy ilyen hihetetlen ikonikus mű. Hát ugye Brandenburg hercegének kellett, ugye akkor még más volt a finanszírozási modell, de hát kellett írnia, hiszen hát tőle kapott ellátást, meg ilyesmi, úgyhogy hát ezt kicsit így fog összeszorítva kényszerből csinálta, szeretnék ilyen zenét írni kényszerből. De hogy ahogy a brandenburgi a herceg meghalt, akkor ezek rögtön, ugye ezek nem lettek értékesek ezek a dolgok. A legenda szerint ilyen almásládákat béleltek ki ezekkel a partitúra lapokkal, és akkor volt ott valami zene érte, aki gondolta, hogy ennél azért többre lenne ez hivatott, és összeszedte, és ezért van ma brandenburgi versenyünk. Tehát látjuk, hogy mindig a korszakok, úgymond a klasszikus zenében mindig váltják egymást, és pontosan egy újat akarnak hozni, és nem őrzik meg ugyanezt. És hát ehhez képest a Dunántúlon egy Tendulpál cimbalmozik valamit, és közben egy hosszú furia is eljátszik egy dallamot, és ez egy időben történik. És még Duda is van közben, szóval hogy ez egy nagyon érdekes, ez egy olyan metszet, mint a Grand Canyon, tehát hogy egyszerűen nagyon mélyre lelátunk, és ez egy hatalmas dolog. Aztán nem tudom, mikor jutunk el ugye a máig, mert már most elindultunk, már Mojszejevnél tartottunk, mert azt hagyjam hozzá, hogy a Duda például ugye az valamikor Európában a főhangszer volt mindenhol, Franciaországban is, Hollandiában is. Vannak gyönyörű festmények, lehet látni, hogy Dudával maradtak, mintha a Balkánon lennénk. Ott kikopott már, itt még mindig van belőle egy kicsi, tőlünk keletre aztán már nagyon sok van ugye a bolgárok nagyszerűek benne. Szóval ezek a hangszerek, ezek Európa szerte egy közös nyelvezetet alkottak, csak ahol elkopott, ott már nem tudják, akkor már, hát úgy jártunk például, jobban például mondom el, amikor a Kalózs jött először Magyarországra, és mi kimentünk a nyugati pályára, és széki zenét húztunk nekik. És ott szálltak le az erdélyek a vonatról, és ott zsörtölöttek a hátunk mögött, hogy még itt is ezt a kurva olá zenét kell hallgassuk. Szóval a tájékozatlanság meg a műveletlenség azért az rátesz egy lapáttal, de mert azt tegyük hozzá, hogy ezek a falusi emberek, ezek nem voltak műveletlenek. És azok a cigányosi, akiknek a hagyománya megvan, azok is műveltek. Ma vannak műveletlen emberek.
Tehát mi egyik házban mentünk a másik házba, mindenhol mindenki mindent tudott. Beleszólt, hogy az nem úgy van, hanem itt megy végig egy gangon. Szóval ezért ezt számítsuk hozzá, hogy ez a falusi műveltség, ez azért falusi, mert ők még ott maradtak, de ez egy európai kultúrának a maradványa, és azért emlegettem már az elején is, hogy a Kárpát-medence egy érdekes hely, mert ez középen van. És itt minden hatás beszűrődött, és valamit beépítettek. A mai napig Tolna megyébe a karácsonyi misének a végén az organistának úgy kell játszani, mint a duda lenne. Mert a fejekben még mindig ott van az a duda hangzás. Szóval ilyen konzervatívak is az emberek. Az olyan nagyon nagy változás, mert sose lehet csinálni, csak hát jó, most akkor a hegedű, jó, akkor most csináljuk, mint a duda lenne, akkor a hegedűvel is. Csomó ilyen dudanótánk van még a mai napig is. Maga a dallam szerkezet elárulja, hogy ezt dudával játszották. Mert nagyon sok ilyen kapcsolódási pont van, nekem is egy példa jut eszembe, van egy lantos ismerősöm, és akkor kötöttünk egy ilyen üzletet, hogy ő tanít engem reneszánsz lanton játszani, én pedig tanítom őt kobzónet, ő úgy nevez, hogy középkori lant, ugyanúgy négy hurkórus, ilyesmi, és akkor neki is álltunk annak idején, és mondom, na hát akkor így kell fogni a pengetőt, így mutattam, hogy így fogjuk, ugye már műanyagból van, és így látom, hogy ledöbben, hogy mi van, és azonnal mutat 11-12. Századi jól látható ábrázolásokat, ott teljesen ugyanígy fogják a dolgot, és akkor utána mutat egy képet, meg leírást, korabeli leírást, ahol azt mondják, hogy a madártollat ugye fölvágják, és így össze, ugye az önmagában az túl hajlékony lenne, és így behajlítják, és tehát így kettőbe hajlítva, és azzal pengetnek. És akkor mondom, hogy de érdekes, hát a Paun Vasile kobzos ugyanezt csinálta, csak éppen az üdítős flakonból kivágta, ugyanígy fogta, ugyanígy összehajtotta. Szóval, hogy ezek a technikák valahogy ilyen időn túli, és így folyamatosan öröklődnek, és előbb bukkannak, hiszen ezek saját gyakorlatból egyszerűen így kell, hogy adódjanak. És akkor el kell jussunk a népzenet alszékig? Hát jó lenne. Szóval az európai és a magyar zene népzene vonatkozásában legtömörebben talán azt lehet mondani, hogy több mint 1200 éve keleti alapú kultúra Európa közepén, amit mondtál. És ez az összetettség a legjobban fogja. Csaplovics János mondta 1846-ban nem a magyar népzenére, néptáncra, hanem a Kárpát-medencei kvázi akkori magyar mix, ugye, magyarországi kultúrára, hogy pontosan fogalmazzunk a nemzetiségekkel együtt, hogy Magyarország Európa kitsínyben TS-sel írta, ugye az akkori nyelvezet szerint, és ezzel nem meldöngető nemzetieskedése volt, hanem ő reális kutatóként több területen érintett, tehát az agrárterülettől, a hagyománytól az építkezésig nézte, a aratás, a sarlós aratás, kaszás aratás találkozása, a fakverg építkezés, meg a vertfal, ugyanitt találkozik. A kumet, a vontató, ugye az orosz-ukrán területen, amikor a nyakánál fogva húzza a szánt, meg a kocsit, nálunk meg a szűcshám. És ez mind itt találkozik, tehát ugyanígy a zenében is ez tetten érhető, és amiről beszéltet, ugye a duda alapú hangzás, ezt egyszerűen úgy nevezhetjük, hogy a burdon hangzás, és az egyszemélyes, idézőjelbe téve egyszemélyes zenekari hangzás, ahol önmagában egy zenész egy komplett zenekart utánoz. A duda, tekerő, a citera, a hegedű ütőgardon, a koboznak a régebbi változata is, ugye, ahol még nem akkordoztak, ez egy későbbi formáció, ott is állandó burdon zengő kíséret volt hozzá, és a dallamot támasztotta, hangnemérzetet adott hozzá. Tehát burdon típusú zene. A reneszánsz kultúra is. És amikor a barokk létrehozza a hangszeres és a zenei forradalmat, a szószoros értelmében, hangzásban, ugye a hegedüket, Amati, Stradivari, stb. Megfeszíti, sokkal nagyobb feszültséggel, jóval nagyobb dinamikai különbségekkel tudnak megszólaltatni. Az oboa, zurna, születik az angol kürt, fagot, stb. Tehát a klasszikus hangszerek átalakulnak, ugye a török sípszerű régi történeti tárgyal. A hangsor kiigazítják, ugye? A hangsor temperálják, arról nem beszél, de ugye, mert ma a klasszikus zenéhez, de nem csak az európai vagy angol száz zenéhez szokott fülek is azt mondják, hogy természetes felhangú tilinkára, vagy úgy hangolt hosszi furuglára, vagy kavarra, hogy az hamis. Közben, most kivéve azokat, ahol esetleg rosszul hangolták, de nem ez a lényeg, hanem természetes felhangsóra. Tehát, hogyha egy gégecsövet megforgatunk, ugye játékhangszerként, a nyitott csőnek a természetes felhangsóra szólal meg.
És a cső tudja a fizikát, meg a rezgést. Szóval a mi hangsorunk, ami a tiszta, annak minden hangja el van hangolva. Az minden hangja hamis gyakorlatilag. De mi is már ezt halljuk tisztán. Szilviát szeretném közben kérdezni arról, hogy hát nagyon sokféle zenén kísérleteztél gyakorlatilag, és hogy ezek között a kapcsolat számodra mi volt, illetőleg még az, hogy énektechnikailag, illetve hangképzés szempontjából milyen különbségek vannak ezek között a zenék között. Rövid kérdés megint. Pedig én még az előzőekre se válaszolhattam. Mert hogy közben sok-sok gondolat jutott eszembe, hogy az, hogy a hagyományos népzene egykori hagyományos paraszti közege, mint társadalmi közeg felbomlott, és ez a kultúra széttöredezett, és mi gyakorlatilag ezt felfedeztük, visszatanultuk, újra tanultuk, hogy ma már specialisták képviselik ezeket a dalokat és muzsikákat sok esetben. Tehát, hogy hogyan tevődhet át ez a mai korszakra, az egy nagyon érdekes és izgalmas folyamat, ami egyébként szerintem már akkor elkezdődött, amikor az első gramofont oda tartották a nénik és bácsik elé, tehát amikor ez a gyűjtési folyamat és ez a felfedezés maga elindult, mert hogy egy olyan énekesnek, aki Vas megyében született, Burgenlandtól Moldváig, az összes tájegységen átrobogni és mindent valamilyen módon megismerni, sokat közülük megpróbálni, megtanulni, ez törvényszerűen a stilizálás irányába mutat. Uh-huh. És ez egy nagyon fontos folyamat zeneileg is, hogy mégis úgy, hogy én nem egy hagyományos kultúrában szocializálódtam, de igyekszem megismerni komplex módon, úgy, hogy Szombathelyen születtem, de Burgenlandtól Moldváig tanulom a dalokat. Mi az, amit magamivel tudok tenni? Mi az, beszélni, amit én elmondhatok? Az, hogy beszélni meg tanultál, ahhoz neked lobagolni kell? Hát érted? Hát ezeket függetlenül a környezetétől is lehet művelni. A beszédet is, az éneket is, a táncot is. Igen, csak megváltozik a közege, megváltozik a funkciója. Zili, mennyire és... vagy te benne? Tehát ugye, amikor megtanulod mondjuk fonográfról, egyebekről, az egy külön mise, hogy mondjuk a fonográf felvétel az első rögzítés, ugye Edisont követően is Vicár használja először Európában ismereteink szerint a magyar őseposzhoz gyűjtött anyagként, ugye Csincsetanyán, Borsod megyében, ahol most felszíni fejtéssel a falut már eltörölték félig meddig, ott vette fel a Fehér László lovatlopot, ugye ez a Múzeumi Henger 1-es a Néprajzi Múzeumban. De az a lényeg, hogy azt mondjuk, hogy az eredeti felvétel, és sokszor a fiatalok is, meg az előadók is hivatkoznak arra, a táncházasok, pávakörösek, zenekarvezetők, mennyire lehetett eredeti felvétel az, most csak utalok Veres Sándorra, akit Bartók tanítvány volt, zeneszerző tanítvány volt, és diplomata volt Bukarestben az édesapja, és Bartók nagyon okosan őt küldte Moldvába fonográf felvételt készíteni, miután ötödik önálló tájegységnek nyilvánította, amikor belehallgatott abba, vagy hogy jöttek hozzá anyagok, hogy ez annyira ugyan kis terület a többi nagy tájhoz, dialektus területhez képest, és elküldi Veres Sándort a 30-as években, ugye, hogy gyűjtsön. Csak képzeljük el, hogy mennyire eredeti az a felvétel. Persze a néni úgy énekelt általában, ahogy szokott, de nem saját kedvéből és saját funkcióban énekelt, de mégis azért ahhoz képest eredetibb, mintha csak egy lejegyzést hallunk valami, vagy olvasunk. De mennyire vagy te benne a 20.-21. században, amit te ma énekelsz és interpretálsz, akár feldolgozva, akár eredeti, mert mi is benne vagyunk valahol, tehát ez attól is élő. Ez egy rövid kérdés volt. Mennyire egy vagyok benne? Az én, mint egyéniség? Igen. Te, mint Bognár Szilvi? Személy szerint. Én személy szerint nyilván sokkal nagyobb mértékben vagyok benne, mint az az asszony vagy bácsi, akivel a felvétel készült, bár ott is szerintem néha kisebb súlyt tulajdonítunk az előadói habitusnak és személyiségnek, a nagy kollektív stiláris jegyekkel szemben, mert hogy azért az nagyon jelentős volt akkor is, talán több, mint amit ma néha gondolunk róla, és hogy hogyan variálódott egy-egy dallama, szövege egy ugyanazon ember ajkán, tehát hogy hogyan változott az évtizedek alatt, arról már nem is beszélve tényleg, hogy hogyan adódott át, és más faluba hogy került.
Én nagyobb mértékben vagyok benne, mert más funkcióban használom ezeket a dalokat. Tehát amikor otthon dudorászom magamban és énekelgetem, az nyilván egy külön történet, de mint előadó, mint énekes, figyelembe veszek nagyon sok mindent, ami már nem a népdalnak az élettana, és amit már az én előadói attitűdöm, meg művészi koncepcióm, és az én személyiségem ad hozzá. Itt jön az a lényegi különbség, amire próbáltam már az előzőkben, hogy a zárt közösségből is kikerül a színpadra, a felvételre, táncházba, produkciókba, egyebekbe, hogy itt az azonnali cenzúra, a szokásos értékrendbeli ítélet nincs ott fölötte. Jóska, amit a Szilvia mondta, az azért nagyon fontos, mert van egyszer a matéria, ugye, amit gyűjtünk, amit elteszünk, és van a funkciója, hogy mit kezdünk vele. És azért a beszédet frosztizom is itt neked, hát annyi mindent lehet a beszéddel is csinálni, ugye? Te szavaltál kislánykorodban gyönyörűen verseket, de otthon rád szólnak, hogy menj és mosogasd el az edényt, nem? Hát mindenfélére használjuk, profán dolgokra, szentséges dolgokra, de a matéria alkalmas rá. És ezt nagyon nehéz elhitetni a mai közvéleménnyel, hogy a zene ugyanilyen. A matériát kell rendesen megtanulni, és az, hogy te mit hozol ki belőle, az a te tehetségeden múlik. Azt nem lehet tanítani. Arra nincsen módszertan, hogy én nagyon bántja a szememet, amikor látom a művészeti egyetem. Na, megígérik nekik, hogy 5 év múlva kapnak egy papírt arról, hogy művészek. Hát micsoda hülyeség ez? Szóval a nagyon nagy szerepe van, amit a Szilvi mond, az egyénisének, a faluban ráismernek mindenkinek az énekére, a táncára. Hát a Tinkának volt az a híres története, amikor a Mátyás István, akinek a monográfiájával dolgozott, meg akarta ismerni, és elment a faluba, és ott állt a falu közepén, hogy hol lakik Mátyás István. Mondták, hogy melyik? Hát miért, hány van? 200. Hát aki a jól táncol, mindegyik jól táncol. És ott kínjában nem tudott mit csinálni, eltáncolt egy pontot a Mátyás Istvánnak a filmről megtanult táncából. Ja, a Mondróc ott lakik a sarkon. A kollektivizmusról ennyit, ugye? Igen. Tehát az előadási stílus, ami a közösségre jellemző, az azon stílus jegyek összessége, ami általában ott. Az egyéni előadói stílus pedig az adat, tehát bent a közösségen belül egyénenként változó, de mindenképp az előadási stílus a szorításában, a szabályok keretén belüli, amikor te ma fellépsz, vagy ma akár világzenétől, eredeti népzenétől legkülönbözőbb módozatokban, ott sokkal kevésbé hatnak ezek a szabadsági fokok. Az egyéni művészi alkotás, ambíció, funkcióhoz igazodás, feldolgozás, tehát nagyon sok átmenet van, ugye ezt hívjuk, hát vagy revival, vagy inkább neofolklorizmusnak, hogy csúnya szavakat használjak. Ugye amerikai kutató azt mondta, hogy amikor a tömeges kultúra új funkcióval újra tömegesedik. Ez a neofolklorizmus. Tehát a Gyöngyös Bokrétától, a Regős Cserkész mozgalomtól kezdve egészen az Állami Népjegyütt, annak hatása a pávaköri mozgalom, a táncház mozgalom, a nomád nemzedék. Azt mondta a Sárosi Bálint, hogy azért, mert magatok vezetitek a medve bőrét, mi ne higgyétek, hogy ki vagytok a medve. Igen. Ott volt kérdés. Az az izgalmas pillanat jutott eszembe az életemből, amikor a bolgár, szlovák, horvát, rutén dalokat tanulva ébredtem rá, hogy azoknak a magyartól előttő megszólalása számomra mennyire kinyitotta a virágot, de ez ébresztett rá arra, hogy a magyar dalokon belül mennyire sokszínű megszólalás létezik, tehát addig valahogy egy kicsit elkerülte a figyelmemet. Volt a, szerintem nem bántó és nem túlzás azt mondani, hogy volt a táncház mozgalomnak azért egy olyan hatása, hogy adott egyfajta képet. És mondjuk a jó énekes, tehát én is amikor elkezdtem dalolni, akkor az volt a szívánalom, hogy na jó, de hát most akkor azt olyan hangerővel, hogy át kell énekeljed a bandát. De hát nem lehet mindenki hideg Anna néni, tehát hogy az nem megy feltétlenül mindenkinek, de hogy mégis van egyfajta kicsit standardizált megszólalásmód, mondjuk az énekeseknél is,
amifelé vitte az embereket ez a mozgalom, és akkor utána nekem például történetesen fel kellett fedezni, hogy jaj, de nem, hát attól, hogy a Maneszes Láli néni ilyen nagyon erős, jódízós hangon énekel, attól még utána a következő felvételen a Székely Rubinka egy lehelet finom, vékony hangon fújja el a nótáját. Úgyhogy ehhez engem történetesen a környékbeli népek zenei világa vezetett el ehhez a felfedezéshez. Képzeld el, a Japánban megkérdeztem egy ilyen énekest, miért énekelnek a japán színházban ilyen, ilyen gyomor hangokon? Hát azért, mert az a művészi éneklés, ahogy nálatok az operában énekelnek, úgy minden kocsis tud énekelni. Milyen relatív az egész. Egyszer Görögországban volt egy nagy élményem. Család lefeküdt aludni, és én fölébredtem arra, hogy zene szól kint az utcán. De kiderült, hogy egy kávéházban egy szerintem autentikus görög népzenét játszott egy banda, és hát fantasztikusan jó volt. Tehát teljesen meglepett egyébként, hogy Görögországban ez van. És most, mielőtt jöttem, megpróbáltam rákeresni, hogy a neten lehet-e autentikus görög népzenét találni, és egyszerűen nem találok. Tehát csak ilyen... Vagy rossz, nem jó, rossz helyen kerestem. Lehet, hogy rossz helyen kerestem, de nekem az volt a benyomásom, hogy egy nagy lecsúszás van ahhoz képest a görög zenei életbe, és Magyarországon még mindig tartjuk a frontot. Igaz lehet ez? Hát én vettem föl olyan görög, mondhatni táncházat, de nem így nevezték, ahol a tavernában, a kocsmában az egyetemista korosztály az asztal tetején extázisban eredeti görög táncokat táncolt, és teli pofából jó ízűen énekelt. Mm. Tehát, én is van az interneten. De fönt van, csak nem találtam meg, Zoli. Nem találtam. Igen. Igazából ugye most itt beszéltünk a népzene történetéről, de hogyha elindult a táncház mozgalom, meg a revival mozgalom, ugye ennek is van története, és ez hozzátartozik, hogy csak kiukadjunk a népzene tanszéknél, azért próbálom az irányba vinni. Szóval, hogy előbb-utóbb a mozgalmak elkezdenek intézményesülni. Ugye erről megint 2-3 órát tudnánk beszélni, hogy ennek vannak negatív, meg pozitív oldalai, de azért úgy nagyjából tudjuk, hogy mit jelent az intézményesülés, és hogy azt is hallottuk, hogy a tudomány támogatásával indult el ez a mozgalom, és akkor most 2023-ban a népzene tanszéken az ugye el kell gondolkodnunk, hogy hát végül is ez itt a zeneoktatás csúcsintézménye, milyen jó, hogy befogadták a népzenét, és itt van, de mégis mi a funkció, és nekünk mit kell csinálni ma, és a hozzánk belső 20 év körüli fiatalok mit keresnek itt, és mit tudunk adni nekik, ugye ez nagyon-nagyon fontos, és akkor ilyenkor egyfajta ilyen öndefiníció indul, és akkor elkezdünk gondolkodni, hogy jó, igen, ez intézményesült, mi az, ami átemelhető és intézményes keretek között tanítható, és mi az, ami nem, ugye erre utaltál, tehát nem biztos, hogy művészt tudunk csinálni belőle, illetve magunkban ezt pontosan választjuk szét, hogy mi az, ami tanítható, és mi az, ami nem tanítható, és ez nagyon-nagyon fontos. És az is, hogy például, miközben itt van az egyetemi oktatás, zeneoktatás, vagy népzeneoktatás, mellett ott van egy revival mozgalom, és mellette ott van egy tudományos kutatás. Ugye ez olyan, mint három testvér. Hasonlítanak, ismerik egymást, de három különböző ember, 1000 kapcsolódási pont van, de ezt jól kell definiálni. Tehát arra kell figyelni mindig, hogy ne menjünk át a másik területre. Tehát az egyetem ne akarja megmondani, hogy a mozgalomban mi történik, a mozgalom ne akar, hogy mit kutasson, stb., hanem ezek egymás segítve jól működjenek. És ugye ez a kis zárt közösségek gyakorlatilag mondjuk így, hogy eltűntek már. Zömmel. És akkor zömmel eltűntek, így van, tehát az a forrás, az az inspirációs forrás, az már nincs. Tehát sajnos, ezt ki kell mondanunk, nagyon nehéz kimondani, és fájó is, és sok szempontból nehéz, de mégiscsak az van, hogy amikor ezek a 20 éves generációk bejön hozzánk tanulni, akkor a legfontosabb feladatunk, hogy úgy találjunk kapcsot ehhez az anyaghoz, hogy ők ezt meg tudják élni. Ez nagyon fontos, tehát nekünk tanárként, zenészként, előadóként az a feladatunk, hogy megtaláljuk, hogy ők, mint a kultúra aktuális hordozó rétegei, mint az aktuális fiatalok, hogyan találnak ehhez kapcsolódást, tehát konzervet nem fognak rohangálni, ez nem fog ízleni senkinek. Tehát mindenképpen olyan kreatív tereket kell létrehozni, ahol ezzel találkoznak, és ezt ugyanúgy tudják művelni, mint annak idején ti is. Tehát ott is kialakult valahogy egy olyan kreatív tér, amiben ez elindult. De Matyi, ezt mi akarnak csinálni? Ők csak segítettek.
ez a nagy, és most is ez a dolgunk szerintem, hogy ők azért jöttek oda, mert érdekli őket a dologra, nem őket kell rábeszélni most erre. Őket érdekli, már most szóltak nekem a növendék, hogy nem tudnék egy kis bukovinai román anyagot, hát nem én vagyok az Zenetudományi Intézet sajnos, nekem nincs ilyen anyagom, majd ezügyben majd tárgyalunk el, de ilyennel jönnek, hogy akkor az kellene ennek az érdeklés, mert olyan szépen énekeltek Macedónunknak a vizsgán fél évkor, hogy meglepődtem, hogy ezt hát én is mondom, és mégis tudom, pedig én mondtam. Igen. Hogy ők akarják. Addig jó, amíg ők akarják. Mert azok már jöltetni kell, hogy de hát ez nagyon szép, tanult meg, vagy... Ez a lényeg az egésznek, hogy nekünk ott kell helytállni, hogy ki tudjuk őket szolgálni. Igen, ezeket a belső ambíciókat, amit hoznak végül is ez ugye az ő zenei önkifejezéseknek az eszköze. És hát tudunk alapanyagot adni hozzá, elég sokat. Úgyhogy valahol ez a feladat, és ezt kell megtalálni. Tehát, hogy csupán a múltba révedés és a múltnak az ismeret, az nagyon fontos, ahhoz, hogy értékeljük a mát, és hogy ezeket a kapcsokat megtaláljuk, de tényleg ők jönnek, tehát össze kell tennünk a kezünket, most csak így a pandémia után, hogy ki akar zenész lenni, tehát már csak így a közelmúltat megnézzük. Szóval örülünk minden jelentkezőnek. Tehát a legfontosabb az élmény. Minden művészeti területen, meg a katarzis, ha eljutunk odáig, ugye. Tehát a hagyományosban és a mai környezetben az intézményes, tudatos nevelés, oktatás kapcsán sem lehet elvárni azt, hogy valaki parancsra szeressen. Tehát ha tudunk élményt adni, és ez ugyanígy volt, én is saját környezetemben, ugye apámnak zenekara volt, primás volt, és lakodalmi zenész volt, meg bálakban muzsikált. Tehát belenőttünk bátyámmal a zenébe, a konyhaasztal lábába kapaszkodván a szószoros értelmű. Tehát volt az embernek élménye, indító élménye. Hogy ez mennyiben volt nótás, félnótás, népdalos, vegyes volt, ami a szolgáltató zenéhez hozzátartozott teljesen normálisan, természetesen. Tehát nagyon fontos, az elején mondtátok, ugye, hogy hogyan tanulta meg, hogyan adta át, tehát eredeti környezetben. Én azt tapasztaltam, és mások gyűjtéseinek a szövegeiből is az jön ki, hogy nem tanulták, nem a szó intézményes, klasszikus értelmében belenevelődtek. Tehát sokszor a legjobb énekesektől, zenészektől megkérdezem hangszerkészítőt, hogy ezt a zsenialitást honnan szedte? És akkor nem szerénytelenség, amikor azt mondja, hogy hát magamtól bizony. Na most ez és nagyon azért, fontos dolog szerintem, amit most mondtál. Nem azért mondja, mert ő nagyképű, és azt mondja, hogy én teremtettem a világot. Nem. Mert nem tudatosodott benne a tanulás folyamata. Tehát nem egy didaktikus lépésről lépésre. Persze, hogyha valaki a Dudás vagy a Furujás tanította, jó néhány történet van. Ja, bárső, hogy mit bárső, tudod. Megkérdeztem számtalan, hogy tanult, hogy ja. Hát azt mondja, nem tanított senki. Sőt, hát titkolták. Úgy kellett ellopni. Igen. A tudásra való rátelepés. Na most ehhez képest, amikor a hagyományos közösség, ahol belenevelődött, látta a mintát és élményt kapott, teljesen természetes volt, ami tetszett, azt csinálta. A mai környezetben, amikor ugye mondott, hogy sajnos már a Szelmobló filmben van, füstölöghetünk fölötte, de ez az élet természetes rendje. Tegyük hozzá azt, hogy a németeknél 6-7 ezernyi gyűjtött, rögzített eredeti népdal van. Az nem azt jelenti, hogy a németek kevésbé voltak muzikálisak, mint mi, hanem azt jelenti, hogy ott a kapitalizálódás 100-150 évvel korábban következett be. És amikor felfedezték volna ugye a herderi felhívást követően, akkor már ott sokkal mobilizáltabb volt a társadalom. Nálunk pontosan a kései feudalizmus 100-150 éves késése miatt, ami konzerválta a földbirtok és a parasztkultúrát, a pásztorkultúrát, ez nekünk ilyen értelemben, ha most azt mondjuk, ami részben gazdasági, társadalmi elmaradottságot is jelenthetett nyugathoz, Nyugat-Európához képest akkor, ilyen értelemben egy óriási merítő tégely volt, mert tovább élt az a tradicionális kultúra, aminek ma is perifériákon, tehát Moldvában, itt-ott, amott Erdélyben, bizonyos területeken, felvidéken, délvidéken, meg máshogy is még belső falvakban is lehet felfedezhető, de már a széténeklő eklektikus, széttördelt állapot, ahogy Szilvi is mondta. És mai környezetben intézményesülve lehet átadni, hogy ez most egy iskolai, művészeti iskolai,
90-ben elértük azt, hogy szakmásítottá vált a népzenész, a népzene tanár, és sokat küzdöttünk azért, hogy ezt a státuszt elérjük. Én emlékszem rá, a Kóta elnökségben ugye ott volt a Zeneakadémia rektora a 80-as évek elején, és amikor szóba hoztuk, hogy kellene mégiscsak Kodály Bartók országban valahogy bejuttatni a Zeneakadémiára ezt, ugye a tudós kutatóképzést is, de a zenélés, éneklés tudását is, ő azt mondta, hogy akkor azonnal lemond a rektorságról. Tehát még ilyen ellenállás volt. Ehhez képest egy évtizeddel később, ugye Béres János, sokan mások tettek azért, hogy ez révbe jusson, és a nyíregyházi, akkor még főiskolán, utóbb egyetemen 90-ben létrejött, a tanmeneteket, amiket előtte jó néhányan, Béres is leírta, én is a MÁV zeneiskolában 76-tól tanítottam, és 5 hangszerre írtam tanmenetet akkor, ugye, meg több mindent kellett kidolgozni, és ez, amit mondasz, hogy stilizáció jön létre, ez egyfajta globalizálódás. De a globalizálódás az nem ekkor jön létre a népzenében először, hanem például az új stílus idején, ahol a néptánc, a népzene sokkal egységesebb, Moldvától Burgellandig, ugye nincsenek nagy változatvariáns, vannak különbségek, de nincsenek nagy különbségek. És erre még a népies műzene rátette egy lapáttal, ahol egységesítette is a celebek, Dérinétől, népszínműtől, egyebektől, hogy milyen, nem az eredeti népi minták, vagy tartás, vagy éneklés szerint, hanem időnként áriázva, miképp, vagy a két háború közötti közművelési koncepciónak, ahol Kodály is azt mondja, hogy fel kell öltöztetni a népdalt, ha a polgár a városba bevisszük közé, mint hogy a parasztember is felöltözik az ünneplőjébe. Ez kordivat volt, de pedagógiailag ez egy nagyon jó lépés, fokozat volt, ami már mondjuk részben idejét volt. A globalizálódás ez nem csak akkor zajlott, a régi zenével is lezajlott. Mert az, hogy a 200 ezer támlapokból az derül ki, hogy az egész magyar nyelvterületen az összes típus megvan, az Európában szerintem nincs példa rá. Mert ez a magyar királyság az első 400 évben egységes országként működött, nem voltak vámhatárok, kisfejedelemségek megyénként elkülönítve, hanem lehetett közlekedni. És globalizálódott, ahogy a nyelvünk is. Mert a nyelvünk is olyan, amire szintén nincs példa Európában. Mert egy dél-német, egy észak-német, ez nem ért meg. Azok most tanulnak németül a televízióban. És az olaszokkal is úgy jártunk, amikor Mártikával kim voltunk, ő népdalmat keresett. Olasz népdal, és néztek rá, mit akar? Hát olasz népdal. Szállott, hát, vagy szicíliait, vagy egyebet tudjuk. És sorolni a fejedelemségeket. Olyan van, és az mind más is. És a franciáknál is ugyanez volt a helyzet, és a németeknél is ugyanez volt a helyzet. Tehát ezt is tudomásul kell vennünk, hogy ez is egy nagy kincs nálunk, hogy egyszer már volt egy globalizáció, hát a törökkor mondjam, pandémia járványok és sok mindent megszüntetett, a lakosság is cserélődött, stb. Újabb divatok jöttek be. Az, hogy mi a moldvaiságokat is megértjük, azért az nem semmi. Az jó, hogy egyek a hangok különböznek, hát az semmi. Bernard Shaw mondta. Hát amikor először felállt egy leánykor, előtte mérekelni, és azt mondta, hogy már dőt át van, mozdé tasszó. Akkor nem tudta. Jó, de nyelvfelelő. Is akkor is homó vagy munk, rá kell hangolni. Akkor kellett kérdeznem a harangozó Imrétől, hogy mit énekel. Na jó, lehet, hogy akkor a német azt énekel, ich weiß nicht, was soll es bedeuten, ich weiß nicht, es ist a gomische. Na? Szóval Bernard Shaw, muszáj még egy mondatot csak. Bernard Shaw mondta azt, hogy az angol és az amerikai két rokon nép, amelyet a közös nyelv választ el egymástól. Tehát, hogy annyira, nálunk, ugye, amit mond Feri is, hogy a moldvai, a burgellandi, a felvidéki, a délvidéki, akármilyen helyi megérti egymást, ráhangolódik. Egyébként volt Nagybörzsönyben a Hamburgi Egyetem ónémet kutató professzorát vittük el a rendszerváltoztatás környékén, készült is egy film Nagybörzsönyről, mint szolgálónépbéli, ugye a bányászatot, a fémművességet odahozó németek, meg Vecsés a prosperáló sváb. És elvittük Hanzi bácsihoz, aki ott ugye elparasztosodott, mert hogy a akkori technikával már nem tudtak tovább bányászni rezet, aranyat, ezüstöt, ami még ott van a hegyben egyébként, Nagybörzsöny környékén, és elparasztosodott, és a csinos magyar menyecskékkel egybekeltek, és hát ott kapálta a kertet, és oda mentünk hozzá, és mondtam neki, hogy na Hanzi bácsi, beszéljen németül. És hát ő elkezdte a saját nyelvét beszélni, ugye a 12. 3. században telepítették oda, és annak a elszigetelt, nyelvszigetben fejlődő változata a történeti. A hangori professzor azt mondta, hogy hát ez nem németül beszél. Mondtam, hogy csak füleljen egy kicsit. És akkor jó fél óra után ráhangolódott, és azt az ovációt látni, hogy megértette és ráhangolódott. Tehát ekkora különbséggel ugye több évszázad. Tehát nekünk ugye megadatik, hogy moldvai csángot meghallgatsz, akkor még nyelvújításil magyar nyelvet is
tetten érhetsz ebben. Parancsolj. Igen, ez a, hogy a, ez a belenevelődés, ami ide... Igen, ez fontos pont. Fontos pontként, igen, itt felkaptad a fejed is. Csak hogy pontosítsunk egy kicsit, hogy ez a belenevelődés, azért az nagyon fontos, hogy amikor egy-egy muzsikus vagy énekesnek a repertoárját nézzük, ő valóban belenevelődött egy sokkal lassabb világban, de azt tudni kell, hogy ennek a zenefolklór, ennek a nagyon gazdag zenefolklórnak, ő egy kicsi szeletét tudja. Tehát amikor megjelennek a specialisták, akkor nincs időnk belenevelődni. Tehát amikor fölhívom szívet, hogy figyelj, itt lenne egy munka, és itt mondjuk mezőségi díszítésekkel kéne elénekelni ezt a megírt dallamot, akkor én nem várom meg, míg belenevelődik, hanem bízom abban, hogy specialistaként ezt tudja. Tehát ma, amikor az elvárás, hogy tudatosan és gyorsan megszerezzük Burgenlandtól Moldváig ezt a tudást zenészként, énekesként, vagy bárhogy. De ugye az is nagyon fontos, hogy a megszerzett tudás összetettsége és sok-sok más ismérve milyen. Tehát, hogy gondoljunk bele, hogy mondjuk meg lehetett tanulni egy Bach orgona művet szájhagyomány útján. Hát nem nagyon, vagy pedig nagyon sok idő lenne. Igen. De nem azért, mert nem jó átadás, vagy nem, hanem mert más típusú tudás az. És ezért ehhez marha jó, hogy intézményesült, meg kottaírás van, meg tanár van, meg átadja. Tehát, hogy amikor intézményesülés van, és akkor mondjuk az egyetemen hallgatókat képzünk, ugye akkor nem belenevelődés van, hanem pontosan egy ilyen specialistának a technikáit kell megtanulni. Tehát egy sokkal szélesebb merítés. Ez kicsit, ahhoz hasonlít, amikor azt mondjuk, hogy egy matek tanár. Hogy képzünk ki egy matek tanár. Tehát, hogyha én azt szeretném, hogy a gyerekem a műszaki egyetemre menjen, és egy matek tanárhoz beiratom, akkor a szomszéd Józsi bácsihoz, aki tudom, hogy nagyon szereti a geometriát, vagy pedig egy olyan matek tanárhoz, aki tudom, hogy lehet, hogy szereti a geometriát, de az összes mindent tud tanítani. Mert ugye itt művész tanárképzés van, ez nagyon fontos. Tehát a teljes matekot meg tudja tanítani, egyszerűen fontos. Tehát nyilván oda fogom adni, mert nem az a cél, hogy csak egy-egy kis szegmensét, hanem az egészet. Tehát, hogy ez egy más típusú. Csak pontosan azt hangsúlyoztam, hogy a hagyományos környezetben volt ez az organikus belenevelődés. Igen, igen, igen. Amikor feloldódik ez az állapot, vagy megszűnik, vagy széténeklő állapotba kerül, onnantól kezdve lehet és van értelme arról beszélni, hogy tudatosan a hagyományt éltetjük, mentjük, visszük, tanítjuk, és ott már didaktikus tanításról, tanulásról van szó, ahol metodikát kell kidolgozni, tehát ugyanazon gyerekek, akiket én nem tudom, 78-ban kezdtem apró gyerekeket tanítani, visszajártam szülőfalomba, Táborfalvára, és 83-ban ki mit tud döntősök voltak. 20 évig nem volt énektanára képesítéses ének, és hétvégenként jártam haza, és tanítottuk ketten őket. És sikerült abba az állapotba eljutatni, de ez csak úgy lehetett, hogy én ott átgondoltam meg másokkal együtt azt a fajta tudást, hogy akkor hogy lehet gyorsítva úgy megtanítani, hogy a jellege, a stílusa és az élményszerűsége megmaradjon. Tehát ez lényegi különbség. Sokan kérdezték azt, MÁV zeneiskolában tanítottam 76-tól 80-ig, 81-ig, és kérdezték, hogy hát mi a különbség a népzene, vagy a népi hangszeroktatás és a klasszikus hangszeroktatás között, és mondtam, hogy igazából az élményszerűség, mert általában is ezt nem a népzenészek fogalmazták meg, hanem a zeneiskolai tanárok, hogyha a növendék az első 3 évet túlélte, akkor még zenész is lehetett belőle. Ugye, mert meg kell, és ez nagyon fontos, hogy úgy tartom az ujjamat, úgy billentem a zongorát, stb., mert az később, amikor virtuóz darabokat kell játszani, akkor annak megvan a célja, de a gyereket nem az érdekli először, hanem az érdekli, hogy én a fúdóján el tudok billegtetni a citerán, a tekerőn egy dallamot vagy valamit, tehát hogy rögtön zenélni, énekelni tud, sikerélményem van. Ha a süsfelnap bikor dallamot játszhatom el, de akkor is rögtön zenél. És a népzenében ez a belenevelődésben is benne volt, hogy nem az összetett legbonyolultabb dallamot, vagy a táncot, vagy a pontot tanították neki, hanem fokozatosan. Hát ez a klasszikus oktatásban is jó lenne, ha így volna, egyébként Fenyves Lórát azt mondta, a Bach-partitát játszott kis hölgyeknek, hogy ne haragudjon kisasszony. Tudja maga, hogy a Bach-éknek írta ezeket a darabok? Amatőröknek tudja, akik szeretnek zenélni, de maga itt szenved. és hát így, hát hallja maga ezt a darabot, ilyeneket mondta, hallja maga, mit tanultak hangokat egymás után? Az hát, örökségünk a mai élményével jövünk alapja, mindig mondjuk. Jó lenne, ha így lenne. Lassan, de végül is az az érzésem, hogy eljutunk a magyar népzene jövőjéhez, mert tulajdonképpen itt van egy fordulópont. Tehát ezen az, hogy belenevelődik valaki a saját közegében ebbe a zenei világba, vagy van egy váltás, ugye? Tehát itt most tulajdonképpen az érdemi megjegyzések azok arról szóltak, hogy milyen az oktatása ennek az
magyar népzenének pillanatban. Ez a belenevelődik. Igen. És akkor megint a beszédet veszem elő. Ha úgy mondjuk, hogy a gyerek belenevelődik, és most már szétestek a közösség, akkor most már ezentúl nem tanulunk meg beszélni. Ugye ebből ez következik? Átviszik a dolgot. Hát a fenyéket, hát abban nevelődik bele most is a gyerek, hogy körülötte beszélnek, és akar velünk kommunikálni. Ez csak gügyög először, de nem kell hozzá leereszkedni. Hát a Vörös Sándor is azt mondta, amikor csesztették ezzel, hogy hát ő ugye szereti a gyerekeket, mert azért ilyen sok szép gyerekverset írnak is. De nem, én a macskámat szeretem, és a gyerekeknek nem kell külön verseket írni, mert ők csak kicsik, nem hülyék. Szóval belenek, igen, de azért a beszédet úgy kezdjük tanítani, hogy a szófizsal kezdjük, vagy a grammatikával, ugye? Hanem először az élménye, hogy akarok vele kapcsolatba kerülni is. Először csak jelet kell, aztán itt is, fejlődik a szót nincs is, akkor aztán előbb-utóbb el lehet neki magyarázni, hogy hogy kell leírni, nem? Hát is, amit eljön az ideje. Igen, mert mi most az egyetemi oktatásról beszéltünk, de nyilván nagy szerepe van annak a sok kis csoportnak, közösségnek, együttesnek, akik családnak. A saját mikroközös családnak is természetesen, sőt, mikroközösségnek, akik a saját kis csoportukon belül, vagy családjukon belül adják át ezeket a dalokat, muzsikákat, sokat hallgatják, megtanulnak belőle. Egyébként már az én nagyanyám is a tévéből tanult vissza a népdalt, amit igen. Én csak felnőtt koromban tudtam meg, hogy innen való az édesanyám és a mami kedvenc dala. De, hogy szóval, hogy nagy-nagy szerepe van annak, hogy hogy kerül ez a kisebbekhez egészen kicsi kortól. Abban a korszakban ők nagyon folyékonyak, tehát hogyha a négy nyelven beszélő közösség vennél körül őket, akkor négy nyelven megtanulnál. Franciául, németül, angolul, mindent. Szóval azon el kéne gondolkozni, hogy nem a népzene jövőjével van itt a probléma, hanem a gyerekeinknek a jövőjével. Ez nem összefügg. Hogy mivel töltjük el ezt a hasznos időt, gyerekmegőrzéssel, vagy pedig hasznos dolgokkal veszünk körül, és szépen beszél magába. De ha a szülő is műveletlen már, akkor mit várunk? Ha a hülyeség veszik körül, akkor a hülyeséget tanulja meg a gyerek. Most erre szerettem volna még így rákérdezni jövővel kapcsolatban, hogy ugye az egyik része ennek a dolognak, hogy az intézményes keretek között megtörténik maga az oktatás, a másik része pedig a közönség. Tehát, hogy mi a tapasztalatotok, hogy a közönség az hogy viszonyul, hogy alakul, még létszámában is érdekes ez, hogy az utóbbi években milyen tapasztalatokkal rendelkeztek. Eredeti környezetben egy orosz kutató írta le ezt először, hogy mindenki aktív-aktív állapotban van. Tehát úgymond a hallgatóság passzív résztvevőt és az előadókat tekintve, bárki lehet előadó. De természetesen, mintha XY-nak a nótája vagy a tánca, tehát a közösségben mindig tudták, hogy ki az, aki a szomorú nótát legjobban tudja énekelni, aki úgy tekeri a siratóban, ő a legjobb, a másik, és akkor tőle kérték. Bárki énekelhette, tehát nem voltak specialisták, mint ahogy itt most énekes, hangszeres, régi zenész, tekerős, gitáros, ilyenes, sok hangszeres, mindenféle van. Mindenki mindent csinálhatott, de mindig megvolt, azért tudták, hogy ki a legjobb. A Dadogóstól nem kértek mesét, ugye, mert kevésbé lett volna élvezhető, és hosszú ideig tartott volna azt végighallgatni. Ma a specialistának, ahogy mondod, nagyon fontos az, hogy élményt adva, de didaktikusan az ismeretet legtömörebben, legjobban átadva, hogy a legrövidebb idő alatt érezze meg annak az ízét, a törvényszerűségeit, a stílus sajátosságait, a élményhordozását, a színpadról való kisugárzást egyébként. És ma pedig ugye vannak zömmel a felkentek, akik színpadra állnak vagy állunk, és velünk szemben van a passzív közönség a színpadi, színházi környezetnek megfelelően. Zömmel. Ilyen szempontból például a táncház, ugye azért is ováció, vagy a Vaslajos féle pávás közös éneklés, meg annak az összes örömzenélése, örömtáncolása, tehát amikor nem a színpad, nincs meg az a szintkülönbség az előadók és a passzív tömeg között, hanem mindig tudatosan törekszünk arra is, hogyha csak színpadi előadás van, és az is egy nagyon fontos forma a további életetésben, mindig
bontsuk le a közönség és az előadók közötti távolságot. Tehát, hogy énekeljünk közösen. Mondanám azt is, hogy mi is énekeljünk egyet végül majd közösen, mert itt beszélünk a zenéről, mindenki nagyon tudja, nagyon műveli, és aki ezt a műsort végignézi, nem tudom mennyi időtartama, nem néztem az órát, de egy órát, másfél órát, akkor egyszer dudoráztál egyet valamit, ugye, és aztán semmi zene nincs benne. Neked azt szeretném mondani erre, hogy egy kicsit a mi fejünkben sem tiszta, hogy a zeneiskolában miért iratunk be egy gyereket például. Hogy mit is akarunk tőle? Mert Németországban a lányom azt írja, hogy ott olyan vizsga van, amit ő se tudna letenni, mert csak azt veszik fel, akinek a teste alkalmas, agya, hogy művész legyen. Tehát elit nevelés van. De azért nálunk a Kodály-féle tevékenység azért nagyon sokat tett azért, hogy mindenki tanulja a zenét, még az is, aki nem lesz művész. Sőt, én azoknak még jobban kellene, mert nem lesz közönség annak az elitnek. Hát aki nem érti, hogy mit csinálnak a színpadon, akkor ahol mit érünk? Hát eleve ugye ez a pár, ez is a romantika terméke, hogy előadó művész és közönség. És ugye hát ezen megy a húzavon, hogy most fölrakjuk a színpadra, vagy pont leszedjük a színpadról, tehát hogy éppen... Mindegyiknek van funkciója. Hogy éppen mit csinálunk, de ugye mindegyiknek van funkció, de hogy ez egy új kérdésfelvetés, és ugye eredeti közönség... Hozzásodáshoz hozzátartodott, hogy ez nem megy tudnak zongorázni, tudnak hegedni, azt egy kicsit kameráznak otthon, egy kicsit hamis, egy kicsit szarul, de azért... Amúgy, hogyha ezt hozzáteszem, van egy sport analógia, amire azt mondjuk, hogy tömegsport, meg élsport. Hát ugyanúgy különféle edzőket képzünk rájuk, tehát hogy másmilyen egy tömegsport edző, mint egy élsport. Szerintem a zenében sokkal jobb a helyzet. És ma már alig tudod a gyerekedet beiratni egy olyan helyre, ahol nem akarják élsportolóvá nevelni. Na igen, tehát hogy ez lenne a jó. Én emlékszem, amikor először valamelyik skandináv országban voltam, és egy ilyen kocsmában ilyen amatőr szinten, de nagyon élvezhetően nyugdíjasok játszottak. Énekeltek, hegedültek, zongoráztak, ilyen németes kis zenéket. És hát így néztem őket, olyan fiatalosnak tűntek, ez a nagymamám korosztálya volt, és mondom, hát ők egyáltalán nem csinálnak semmi ilyesmit, hogy ez miért így van. És akkor később megtudtam, hogy az oktatásban, Nyugat-Európában van egy olyan fogalom, hogy ez az élethosszig tartó zenélés. És ezt mérik is, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy oké, hogy egy zeneiskolában részt vett, nem lett előadó, ez nem lett profi, nem lett tanár, nem lett ilyesmi, de a zene megmaradt, a zene szeretete megmaradt, és vannak ilyen mérések, hogy azt mondja, az élethosszig, hogy az és ezzel elég rosszul állunk Magyarországon, és ők pedig egész nyugodjunk jól. Nyugodjunk Berlinben, még rosszabbul állnak. Na hát, a legjobb irányok. Úgyhogy igen, hogy versenyistáló vagy pedig... A családi minta, amit én már egyszer mondtam, ugye, elemi, amit mondok, de a legfontosabb. Okay. És ilyen szempontból, amit Szilvi is említ, ugye, hogy nálunk széles tömegek és jönnek és foglalkoznak vele, és nem csak elitképzés van, vagy amit Matyi is mond ezzel kapcsolatosan, de nagyon fontos az ugye az érték gondozásban, a tehetség gondozásban, hogy azok, akik viszont zseniálisak, azoknak adjuk meg a lehetőséget a gyorsított fejlődésre, és etessük, adjunk nekik olyan anyagot, mindenfélét, hogy érezze azt, hogy tovább lép. De nem feltétlen ez az elitista képzés csak és kizárólag a cél, hanem azt, tehát a csutorás táborokat most ugye 38. éve legrégebben működő, folyamatosan működő komplex népművészeti tábor az országban, és tehát én is, amikor 35 éves volt, úgy gondolkoztam azon, hogy hány ember 250-en egy táborban, és hát X ember került felszínre, junior, primadias. A Jéghegy csúcsát tekintve, ami nagyon fontos, mert ugye a márkának ez ad nagyobb lendületet, de óriási a piramis alatta. És ha valaki esténként a saját gyerekének, az unokájának csak egy dalt eldúdol abból, amit ott megtanult, és az az élmény, ami ott benne van a közösségi élményhez kötődően, akkor már megérte. Hát minden esetre egyrészt az bizonyos, hogy nagyon nagy kincses ládán ülünk mi magyarok. Ezt nem kell eléggé hangsúlyozni. Igen. Nem kell eléggé hangsúlyozni. Következő beszélgetés témája még az is lehetne, hogy mindehhez az internet világa mit ad hozzá. Mert amikor az a farsangi napokba kezdetű farsangi nótára rákerestem, akkor a legnagyobb nézettsége nem a Szorákati felvételének volt, hanem annak, amelyiknek szintetizátor kísérete van, és popos frazírokkal éneklik. És alkalmazkodó ritmus nélkül. Igen, tehát az is lehet a következő, hogy mit tesz hozzá, meg azt is, hogy mit veszel belőle. A lehetőség benne van. A ismeretség fontos, ezek a sablonok azért hoztak, mert azt ismerik. Amit nem ismernek, az nem hat. Egyszer a Sebestyén Mátéval voltunk egy fesztiválon, és 20 cigáncsajjal összeismerkedtünk. És akkor tanultunk mi sok cigánydalt a Vígruti gyűjtéséből, és marha jól elkezdtünk ott mulatni. Hát ők is tudták, és mi is. És egyszer csak a Máté átváltott egy olyan dalra,
az is cigány dal volt, de azt ők nem ismerték. Egyből lekunyadt a hangulat, hát ezt mi nem szeretjük, ez már művészet. Nagyon jó. Hát akkor talán azt kívánhatom magunknak, hogy ez a művészet, ez éljen soká, és gazdagítsa a következő nemzedékeket is. Köszönöm szépen a beszélgetést, szerintem ma este ennyi fért körülbelül bele. Még ez sem. Vagy még ez sem. De nagyon jó lenne folytatni is természetesen. Zoli, azért, amit én mondtam, énekeljünk már egyet közösen. Hát ebből én magamat kihagynám, de ezt azért profi zenészek között együtt, hogyha nem merek megszólalni. Nem úgyhogy... Ugye, az akkor... is kéne megvenni. Hát lehet, a közönség biztos azt mondja, meg aki végighallgatott minket eddig, de mondjuk egy Bartók is gyűjtötte, és azért általánosságban elég jól ismert, mondjuk a Csillagok, Csillagok szépen, nagyon nyertek, biztos mindenki. Ezt jó magasan légy szíves, kezd el, hogy a fiúk kapaszkodhassanak. Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok. A szegény kozosnak utat mutassatok. Jöttek a variások, nem bajok. Mutassatok utat a szegény legénynek. Nem találja hátát a szerető. Udvarom, udvarom, szép kerek udvar, menjünk. Udvarom, udvarom, szép kerek udvar. Nem söpör már többé az én gyöngek, arom, hogy egyformán énekeljük. Nem söpör már többé az én gyöngek. Söpör, de meleget söpörjön már más is, közt tisztas megérezzem. Söpör, de meleget söpörjön már más. Szerettelek, babám, szeressen. Na, azzal pénzik, hogy Istenem, Istenem. Hol a pián? Na, no, majd lesz. Istenem, Istenem, édes jó Isten. Mikor lesz majd nekem szép szabad életem? Mikor lesz majd nékem szép szabad életem? Akkor lesz majd nekem szép szabad életem? Akkor lesz majd nékem szép szabad élet. Mikor a babámat kedvemre ölele? Mikor a babámat kedvemre ölele? És ismételjük, hogy akkor lesz majd. Akkor lesz majd nékem szép szabad életem. Mikor a babámat kedvemre ölele? Már megint a csajozás. Össze kéne járnunk, hogy ez valami. De nagyon jó. Egészen más tekintetetek volt, gyerekek, mint a beszéd alatt. Úgyhogy ez jó. Jó, hát nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen.